Ez itt az Aerosport. Júliusi adásunkban beszámolunk a 65. vitorlázó repülő nemzeti bajnokságról, 2020 legrangosabb hazai pilóták számára megrendezett sportrepülő versenyéről, amelynek Matkó Puszta adott otthont. Majd a többi között arról lesz szó, hogy a kedvező időjárásnak és az aktív pilótaképzésnek köszönhetően az év első három hónapjában, sőt április több napján is sorra dőltek meg a kisgépes forgalmi rekordok. Tartsanak velünk! Matkó Pusztán rendezték meg a 65. vitorlázó repülő nemzeti bajnokságot, az idei év sajnos egyetlen ilyen rangos hazai sportrepülő versenyét. A rövid felkészülési időn kívül eleinte az időjárás sem kedvezett a versenyzőknek, akik ennek ellenére szép számmal vettek részt a rendezvényen. A nemzetközi vitorlázó repülő versenynaptár szerint 3 évvel ezelőtt elnyertük a lehetőséget a 2021-es vitorlázó repülő világbajnokság megrendezésére itt Matkó Pusztán a nehéz gépek kategóriáiban, ami azt gondolom, hogy ennek a sportágnak a világ legrangosabb versenye. Közel 150 résztvevővel szoktak ezek a rendezvények létrejönni. Tervek szerint ennek lett volna egy előkészítő rendezvény ez az idei nemzeti bajnokság. Erre rászerveztük az összes magyarországi kategória nemzetét, amit tavaly ősszel elfogadott a küldőgyűlésünk. Aztán az élet másképp alakult, a VB-ket elhalasztották egy évvel, tehát az idei VB-ket jövőre rendezik, és a jövőre tervezett VB-ket valószínűleg 2022-ben. Így módon ez a verseny már nem elő VB, de a nemzeti bajnokságot végül úgy döntöttük, hogy megrendezzük. 57 géppel 63 pilóta állt rajthoz, 4 külföldi résztvevő volt, de a magyar nemzeti bajnokságon az ő eredményüket csak értékeljük, de nem kapnak díjat. És most nézzük, mit is jelentenek a nehéz gépek kategóriái. A versenyen 3 kategóriában, géposztályban mérik össze tudásukat a versenyzők, a végén 3 nemzeti bajnokot hirdetünk. A géposztályok műszaki szempontból különböznek egymástól. A FAI klub kategória azon korábban csúcsgépeknek a kategóriája, ahol a versenyzőknek az a megkötés, hogy nem tölthetnek vízbalasztot a gépbe. Ami ahhoz kell, hogy a gép nagyobb átlagsebességgel tudjon versenyszámon repülni, és ezt a versenyt ugye átlagsebességre mérik, tehát a gyorsabb lesz a előbb a listán a nap végén. Másik két kategóriában éppen ezért vizet töltenek a gépbe, hogy nagyobb legyen a felületi terhelése, gyakorlatilag nehezebb a gép és gyorsabban siklik ettől, ezáltal az átlagsebességek nagyon el tudnak menni. Ez azt jelenti, hogy a FAI klub kategória egy átlagos napon egy átlagos feladatot 100 km per óra körüli átlagsebességgel teljesít, tehát mondjuk 300 km-en 3 óra alatt érnek körbe a versenyzők. 15 méteres géposztályban geometriai, de egyéb műszaki kötöttségek is vannak. Ők viszont már top repülőgépek, tehát a legmodernebb gépek ezek. Ők már vizet töltenek, és sokkal gyorsabban repülik 120 km per óra körüli átlagsebességben. És aztán van a szabadosztály, az open class, ahol gyakorlatilag nincsen műszaki megkötöttség. Ezek a repülőgépek 130-150 km per órás sebességgel érnek körbe a feladaton. Nyilván nekik hosszabb feladatot adunk. A pilóták egy kicsit mindig az ideális körülményekben reménykednek. Matkó Puszta repülőtér ideális hely világbajnokság rendezésére. Hatalmas nagy a repülőtér, és időjárási szempontból az ország egyik legjobb adottságú területének a közepén fekszik. Az ideális időjárás vitorlázó repülés számára, amikor a száj van. Száraz a levegő és a talaj is, amit ugye az elmúlt 2-3 hét esőzései miatt most nem mondhatunk el. Ezen kívül jó magasan van a gomoly felhő alap, és a felmelegedés a nap folyamán olyan, hogy a légkör igen vastag tartományában lehetséges a termikus feláramlásokat kihasználni. Ezen kívül ne legyen zivatar, és ne legyen túl erős szél. Jó látás. Gyakorlatilag, amikor nyáron anticiklon van, és hosszú ideje nem volt csapadék, akkor mi vitorlázó repülők azt mondjuk, hogy bomba idő van. A verseny leginkább a vitorláshajók bója kerülő időfutamaira hasonlít. A versenyt átlagsebességre játsszák, ez azt jelenti, hogy kiírunk egy feladatot, mint a vitorláshajóknak bójákat kell körbe repülni, de itt a bóják képzeletbeli fordulópontok, vagy valódi földrajzi pontoknak a sorozata.
és ezeket a feladatokat a sportbizottság a adott napi meteorológiai szituáció alapján írja ki. Ezt a 10 órás eligazításon kihirdetjük. Ezután, amikor az időjárás a nap folyamán olyan, hogy már a repülőgépeket levegőbe tudjuk emelni, akkor megkezdődik a repülőgépek felvontatása, elindul a várakozás, a pilóták döntése, stratégiai döntése, amikor már minden pilóta levegőben van, hogy mikor indulnak el a feladatra, amit végigrepülnek, és aztán a nap végén kiértékeljük a GPS loggereknek az adatait, és az alapján látjuk, hogy ki volt az nap a leggyorsabb. A leggyorsabb kapja az 1000 pontot, többiek pedig arányosan kevesebbet a átlagsebesség alapján. Legalább 4 versenyszámot kell teljesíteni. A negyedik nap végén összeadjuk a pontokat, és aki a 4 nap alatt a legtöbb pontot gyűjtötte, az nyer. Az lesz a nemzeti bajnok. A start után a versenyzők 3-4 órán keresztül is távol vannak a repülőtértől. Szerencsére a Matkó-pusztai légtérben ez alatt sem maradtunk repülőprogram nélkül, hiszen a műrepülő válogatott tagjai tartottak felkészülő repülést. A világbajnokság sajnos ugye elmaradt, mint sok egyéb más repülősportágnak a megméretetése. Nagyon remélem, hogy szeptemberben Ausztriában a nemzeti bajnokságot meg tudják még tartani, és akkor oda mindenképpen ki szeretnék menni, csak hogy nem újjon el ez az év verseny nélkül. Mert azért én próbálok repülni, meg az egész csapatunk azért karba akarja magát tartani. Hetente azért csak lejövünk ide Matkó-pusztára picit gyakorolgatni. De én azt gondolom, hogy verseny nélkül nem lehet befejezni egy évet, hiszen hiába is marad meg a repülési gyakorlatunk, mert ugye repülök mindenféle figurát, tehát én jelenleg úgy készülök, mint hogyha mennék a VB-re. Nem kimélem magam, tehát ugyanolyan komoly programokat repülök, de azért bírók előtt repülni, versenykörnyezetbe repülni, az azért az hiányzik, az nagyon kell az embernek, hogy mégiscsak tudja, hogy hol tart. Lengyelországban lett volna Lesnóba soron következő világbajnokságunk, itt az a műrepülő világbajnokság. Úgyhogy jövőre ugyanazon a helyszínen, egy héttel később, július 28-án lesz megrendezve, teljes erőbedobással. Én most már arra készülök tulajdonképpen, szóval most is itt repkedek, télen szeretném folytatni Franciaországba, aztán jövő tavasszal pedig egy sokkal feszítettebb, sokkal célirányosabb felkészülést fogok véghez vinni, úgyhogy bízom benne, hogy nem fog meglátszani rajtam ez az egy év verseny nélküliség. A kedvező időjárásnak és az aktív pilótaképzésnek köszönhetően az év első 3 hónapjában sorra dőltek meg a kisgépes forgalmi rekordok. A veszélyhelyzet kihirdetése után 40%-kal csökkent a forgalom, ám ennek ellenére áprilisban több olyan nap is volt, amikor a regisztrált forgalom meghaladta az előző év azonos időszakának eredményeit. Vírus időszak alatt a repülések összetétele nem nagyon változott, hisz a repülőterek és a repülőiskolák azt hirdették, hogy a megkezdett képzéseket befejezik, újakat nem kezdenek. Természetesen ez vonatkozott a hazai és külföldi pilóta jelölteknek a felkészítésére. Voltak repülőterek, akik önként karanténba vonultak, és ezzel tudták biztosítani a képzést további részét a vírus veszélyes időszak alatt. Több repülőtér adott ki nótamot ebbe az időszakban, hogy nem fogad kintről légijárművet, ott csak a helyi repülőklub vagy repülőiskola gépei dolgozhatnak a repülőtérről. Európában is drasztikusan csökkent a kisgépes repülések száma. Ha valaki útvonalpontként használt volna egy magyar várost vagy fordulópontot, megtehette repülési terv alapján természetesen, de Magyarország nem szállhatott le, vagy ha leszállt, akkor viszont önként karanténba kellett vonulnia. Júniusban a kisgépes társadalom emlékrepülést szervezett a trianoni szerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából. A Hungarokontroll repülés támogató tevékenységgel segítette a rendezvényt. Emlékrepülés szervezője megkeresett engem, és elmondta, hogy kb. 150-160 gépre számítanak emlékrepülésen. Ennek függvényében a Hungarokontroll 3 szektorral várta a légijárműveket a frekvencia terhelés elkerüléséért. Körülbelül 60-70 gép volt az, akivel kapcsolatban voltunk ez alatt a másfél-két óra alatt, és nagy örömünkre biztonságban lezajlott az egész rendezvény. A forgalom visszaesése különleges lehetőségeket is biztosít a kisgépes pilóták számára. Olyan repüléseket hajthatnak végre, amelyeket 2019-ben még sokkal nehezebben lehetett megvalósítani.
pilotaképzések része az, hogy ellenőrzött légtéri környezetben bevezetéseket és egyéb dolgokat gyakoroljanak. Most lehetősége nyílt a pilota társadalomnak, illetve a pilota képzést végző iskoláknak, hogy a Ferihegyi ellenőrzött légtérbe, a CTR-be berepülhessenek, és itt akár VFR vagy IFR műszeres megközelítéseket gyakoroljanak. Azok a pilóták, akik szeretnék kipróbálni a Ferihegyi CTR-ben való repülést, most még lehetőség van erre, hiszen a nyári forgalom visszarendeződése sem oly mértékű még, hogy ez kizárná ezt a lehetőséget. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Találkozunk augusztusban. A műsor támogatója Hungarokontroll, a magyar légiforgalmi szolgálat. Az MVM Net ZRT. A műsor médiapartnere az aerosport.hu.